bemutatkozok, meg elmondtam, hogy elmondom, hogy miért jöttünk. Nici Gábor vagyok, valaha 5-ös órán tudomány egyetemnek voltam a tanára, természetfölre ezt a céget tanítottam, és akkor valahogy éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel ezzel a világgal, olyanokat tanítunk a gyerekeknek, vagy gyerekeknek, féli felnőtteknek, amire nem sok szükségük lesz a világban. És ezt egyre inkább éreztem. Tele van hívástudásokkal, mindenféle egyetem, mindenféle kötelező oktatás, és bejöttem onnan, ugye kimentem a tanyára, ez Magfalva, ott élek egy tanyán, voltak valahol szürke marhák, meg lovak, csak azokra nagyon sok gond volt, azt eladtuk, ugye. Most disznók vannak, nem szöknek el állandóan, állandóan éjszaka feljött a bényei rendőrő ügyem a lovakat az út közepéről, ahol akarom, tehát azzal volt gond. Most birkák vannak, lovak vannak, lovak nincsenek, disznók vannak, meg hát nagyon sokan jönnek gyógyulni Magfalvára, ez az egyik célja. És az idejövetelem célja pedig az, hogy próbáljuk a magyarságot mindent összehozni a világon. A Kárpát-medencében sok helyen vannak ilyen, úgy hívjuk őket, hogy magok. Tehát az élet az mindig a magból lesz. És hát Amerikában pedig a New Yorki mag volt az első, ezt még 2 éve csináltuk, tavaly csináltunk egy gyógyítótábort ott, tehát ahol visszatanítjuk a saját hagyományunkat. Tehát nem mindenféle idegen, indiai vagy kínai gyógyítást, hanem magyar gyógyítást, ami hihetetlenül hatékony, sokkal hatékonyabb, mint bármelyik népnek a gyújítása, és pont az való ahhoz az éghajlathoz, ahhoz a mentalitáshoz, azokhoz a gyógynövényekhez, egyebekhez. Na és akkor tavaly Floridában csináltunk egy magot, és most oda megyünk népi gyógyásztábort csinálni, és jövőre remélem, hogy ide jövünk majd népi gyógyásztábort csinálni, addig összejön az a csapat, aki megérti, hogy ez egy szakma, ez egy életcél, ez egy hivatás, egy újítás, és hát gyönyörű dolgokat kap vissza az ember. Hát csak az a pár nap, amíg itt voltunk, az a sok hála, amit kaptunk az emberektől gyerekkora óta nem tud valamivel megbirkózni, és segíteni tudunk benne, ez egy csodálatos érzés. Most amiről ma szeretnék velük beszélni, ez kifejezetten a gyerekek, mert egyet értsetek meg, van egy ilyen mondás, hogy minden gyereke újjászületik a világban. És ez nagyon fontos. Tehát nem tudjuk úgy tönkretenni ezt a világot, hogy a gyerekeink, hogyha hagyjuk őket és hozzásegítjük őket, akkor ne tudják rendbe rakni. Tehát ez, amit ma csinálunk a világgal, hogy csak azért, hogy ilyen gombokat nyomogassunk a sivatag között, hogy fölépítünk a semmiből egy várost, elvéve a környezettől, az élővilágtól, a vizet, mindent, tehát ezek borzalmas dolgok, mindent tönkre tesz a mai ember, és nem az emberrel van a baj, hanem a vírusos emberrel, a városi emberrel. Tehát ez a fajta mentalitás, hogy minden ez jogom van, I have. És elmegy Amerikába egy szűzanya, Szűzmária nevű ajó, ugye, és kiirtanak 2 konténesnyi embert a szeretett vallás egyében. Ezt nem tehetjük meg. És a magyarságnak egy feladata van a világban, erről beszéltem az első előadásban, hogy ezen változtasson, hogy javítson a világon, hogy minden gyógyítson, amit lehet. Tájat, embert, állatot. Ez a dolgunk. Ez valahol ösztönösen mindenkibe benne van, aki magyar ember. És benne van a tájban, ahol élünk, bele van kódolva. Tele vagyunk gyógynövényekkel, tele vagyunk gyógyvizekkel, tele vagyunk gyógyító ásványokkal, gyógyító emberekkel. Szinte minden embernek ez a programja a Kárpát-medencében, és ezért egy tragédia, hogy ezek az emberek, akiknek a vérükben van gyújítás, ezek ma villanyóra leolvasok. Vagy pelenkáznak öregeket valahol. Tehát nem erre született a nép, és tegnapi előadás pedig erről szólt. A mai az kifejezetten gyerekekről fog szólni. Na, és rögtön azzal kezdjük, hogy mikor lesz gyerek. Ez egy nagyon fontos dolog. Akkor lesz gyerek, hogyha két ember, tehát a férfi meg a női minősége pillanatra azon szintre tud kerülni. Na most itt már egy csomó probléma felvetődik. Az első az, hogy mi az, hogy férfi meg mi az, hogy női minőség. Na, a mai világban ez teljesen összehangoljuk. Tehát itt most a nők, a családfenntartók, a férfiak ilyen takonyszerű kulányok. Ez így nem működik ez a dolog. Tehát újra a minőségeket a helyükre kell tenni, és úgy néznek ki ezek a minőségek. Tehát ugye a magyar népi kultúrának a talán legfontosabb szimbóluma az a nap és a hold.
A nap az a férfi teremtő erő. Tehát az, aki tengely, az, aki világít, aki sugároz, aki ad. Tehát ez az élet a feladata. Ezzel a tengellyel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy itt beszélgettünk Péterékkel, hogy kezd a magyarság is elamerikanizálódni, tehát például képtelen tartani a szavát. Tehát, hogyha egy magyar ember kimondja azt, hogy 4 órára ott vagyok, akkor 4 órára ott van. És nem hivatkozik a forgalomra, meg a marsmakókra, meg a mit tudom én mikre, hanem ha a fene-fenét eszik, akkor is ott van 4 óra. Értitek? Na most ez a férfi minőség. A férfi azt, ha kimondja a szavát, azt tartja. Mert ő a tengely, ő tartja össze a családot, ő körülötte van minden. A férfi az, aki a fentér felelős, tehát az összeköttetés a fentel. Érted? Tehát például megérzi, megérti az égi törvényeket, és ezt sugározza a családba is szép. És ő a felelős a kintért. A kintért. Tehát ő védi például kívülről a családot. Ő adja a fészeknek a biztonságát. Ez a férfi feladata. Mi a nőnek a feladata? Az elsőrendű feladata, ugye ő a hold. A hold az mit csinál? Állandóan változik. Mennyire benne van a nőben ez az állandó változás? Ma ilyen, ma olyan, holnap. De a legfontosabb tulajdonsága, ő tükrözi vissza a napot. Tehát ma ezt nagyon elrontják a nők. Azt mondják, hogy jaj, hát ezért a szerencsétlen Jenőért 20 évig vártam. De hogy fog még megmondani neki, hogy áll a haja meg, hogy nem menjek ki alsógatyába az utcára, stb. Most ez nem jó. Ez nem jó. Jenő nem azért fogja elhagyni, mert visszamegysz, ugye, és a nő felelős a növekedésére. Tehát egyrészt tükröt tart a napnak, másrészt minden nő felelős mindenért, ami nő. Értitek? Tehát a növényért. Ezért szeretnek a nők a növényekkel művelődni. Ez egy alap tulajdonság. Hogy tudsz egy növényt befolyásolni? Hát úgy, hogy ahol, ha kell, akkor öntözgeted. Tehát oda mész a férfihez, oda bújsz, jaj, te kis izéjét, mit tudom én, micsoda, érted? Tehát aztán hogy tudsz még a növekedésért felelni? Úgy, hogyha valami elburjánzod, az idejében elburjánzik, tehát túl burjánzik, azt idejében visszamegyszed. A férfi elkezd alkoholizálni, és a nő nem lép idejében közben, abból alkoholista lesz. Ha egy férfi elkezd kurvázni, és a nő nem lép idejében közben, akkor abból kurva pecél lesz. Tehát ezeket a szélsőségeket idejében vissza kell metszeni. Ezt ma nem merik megcsinálni a nőt, hogy jaj, de nehezen szereztem. Viszont könnyen el fog veszteni, ha nem a dolgokat csinál. Na, hogy lehet? Tehát képzeljétek el, ugyanúgy kell bármilyen férfivel, mint bármilyen növényen. Tehát amikor kell, meg kell öntözni. Amikor kell, vissza kell metszeni, stb. Stb. Miért felelős még a nő? A nő a felelős a lentért és a bentért. Tehát ahogy a férfi a kintért és a fentért, a nő a felelős a lentért és a bentért. Tehát például a család táplálásáért a nő a felelős. Aztán miért felelős még a nő? Mindennél, ami kertészkedés, a föld. Hát a földanya, a nagyboldog lesz, és a nő az egy lényegért. Tehát például ezt nem tudják a nők, de a legtöbb betegségből kapásból ki tudnának gyógyulni, egyszerűen az, hogy ráfekszenek mesztelben a földre. Tudják, egy lényegű, vissza tudja tölteni őket a földre. Miért felelős még a nő? Nagyon fontos a nőknek, van egy öntisztulású ciklusuk. Tehát a nők képesek magukat megtisztítani, a férfiak nem. Tehát a férfit vagy a nő meg tudja tisztítani, vagy kozba marad. Értitek? És ezt se értik sokszor a nők, hogy miért olyan férfi, miért jár szaros gatyába, stb. Hát azért, mert nem érdekel. Az a dolga, tehát hogyha miért nem csukja le a WC-fedelet, nem tudjuk, hogy vállókok, ugye, hogy szaros a gatyába, nem rakod a helyre a dolgokat, nem tudom. Ez amiatt van, mert mi így vagyunk összedoltozva. Teljesen máshogy van összedoltozva a férfi és a nő. Viszont ennek a két minőségnek ki kell egymást egyenlíteni, ez nagyon fontos. Mert akkor van egy családban egyensúly, hogyha mindegyik a dolgát csinálja. Tehát, hogyha a férfi teremt, a nő azt pedig befogadja a teremtést. De ma mind a kettő gátolva van benne. Tehát gondoljátok, hogy ma egyszerűen nem engedik a férfiakat teremteni. Tehát az, hogy két ilyen szart összedugsz egy gyárba, az nem teremtés. Ma pedig mindenki ezt csinálja egész életében. Tehát a férfi
az hazamegy, eleve frusztráltan, mert érzi, hogy egész nap semmit nem csinál. Effektíve semmit nem csinál, igaz? És akkor utána neki áll cseszegetni a nőt, a nő az meg rendkívül örül, hogy végre valaki foglalkozik vele, és elkezdi visszacseszegetni, és kész a családi tragédia, elvállalható. Na, tehát melyik a fontosabb, mit mondhatok, a nap vagy a hold? Mind a kettő nagyon fontos. Mind a kettő. Na most gondold el, ezt olyannyira kifejezi a természet, hogy a napnak és a holdnak a Földről nézve ugyanakkor az átmérője. Ezért tudják kitaparni egymást, ezért jöhet létre volt napfogyatkozás, hogy tudják. Tehát ez rendkívül fontos, hogy meglegyen az egyensúly, az azonos erőt képviseljenek. Na igen, de hát akkor kivezeti a, hogy mire, ki hordja a nadrágot? Ha egyforma fontosak, ki hordja a nadrágot? Férfi hordja a nadrágot? A nap nélkül nem érünk. Hord nélkül se érünk, ez a rövid. Na de ki hordja a nadrágot? Tehát ez az, itt elmondt egy ilyen férfi. Mind a kettő hordja a kotyát, akkor gáz van, akkor megkapjuk a mai világot, ahol mindenkinek másféle kezdődik a személy száma. Nő nem nő, a férfi nem férfi. Nem. Na most erre van egy nagyon fontos törvény a természetben, ez az Isis törvény. Tehát az Isis, ma mindent vadlagosan gondolkodunk, ugye vagy Fidesz, vagy maszot. Vagy katolikus, vagy református, vagy ilyen, vagy olyan. Na most a természetben Isis törvény van. Tehát ezt úgy képzeljétek el, nézzük meg, hogy működött régen az élet. Tehát ez az évkör. Ugye itt van a tavaszpont, itt indul az élet, itt van a nyári napforduló, itt van a őszi napi egyenlőség, és itt van a téli napforduló. Ez a téli fél év, ez a nyári fél év. Ugye a nap az fényes, az energiadús, a tél az puha, az nedves, stb. Tehát ez a férfi-nő viszony, ez ennyire különbözik. Na most gondoljátok el, hogy ki vezette a családot, ugye? Képzeljétek el, hogy elindultak a tavaszi munkák, ugye? Tavaszi napi egyenlőség, most mindjárt ott leszünk, és szépen elindul minden, mennek ki tavasszal a mezőre. Igen, nem dolgozni a mezőre, igen, nem, de a kint az a férfi feladata. Tehát elkezdi a férfi vezetni a családot. Eljön ugye a legnagyobb, meleg legnagyobb hőség ideje, és elindulnak a szélvegyűjtések, aratások, már kint is laknak a mezőn, annyira kint vannak, ugye? Tehát itt van a férfi uralomnak a csúcsa. És innentől kezdve elkezdenek rövidülni a napok. Egyre kevesebbet vannak kint, és eljön az őszi napi egyenlőség, ez a betakarításnak az időszaka, amikor elkezdenek befele menni a házba. És ott már a nőnek kell befőzést vezetni, a nőnek kell elrakni a dolgokat, eltárolni mindent, stb. Tehát eljön a bent ideje, és az egész család elkezd a benten dolgozni. Ez a karácsony környéke, ez a női minőségnek a csúcsa, ez a fészeknek a csúcsa, ugye? És itt nagyon észre kell lenni a nőnek, és ez nagyon fontos a női szerepen belül, mert itt beszéltem már tegnap róla, hogy egy nagyon nagy félelem van az emberekben. Ilyenkor van a legsötétebb, leghidegebb, ilyenkor van a legkevesebb energia. Ilyenkor veszik össze mindenki, mindenkivel szeretett ünnepét. Hát pont ezért, mert itt a félelem dominál az emberekben. Ilyenkor van a női uralomnak a csúcsa. Tehát már a nő vezeti az egész családot. Főzőcskéznek, mit tudom én, mindenféle. Tehát régen ugye nem bálok voltak, meg nem ilyenek, hanem fonók, ilyen közös munkák. Kukoricafosztás, ugye tolfosztásnak volt, ugye közösségben voltak, ők benn voltak, bezártak. Tehát ez volt a női csúcs, és utána szépen lassan ugye megint elkezd nőni a fény, és megint értitek? Tehát ebbe a fél évben a férfi vezet, ebbe a fél évben a nő. De nem úgy, hogy március 21-én átadtam a szolgálatot, hanem szépen átcsúszik az egyik minőség a másikba. Ez egy gyönyörű, mi? Ez egy gyönyörű rendszer. És amikor azt mondtam, hogy kiestünk a ritmusokból, akkor ezt is, ebből is kiestünk, értitek? Ma vagy a férfi vezeti, ugye, vagy ő keresi a pénzt, vagy ő tartja fel a családot, vagy a nő. De ez nem jó. Ez nem jó. Tehát ennek egy egyensúlynak kéne lenni. Na, mikor még egy nagyon fontos, ha már női munkáknál tartunk, tehát a férfi feladata lenne egyébként a teremtés, tehát például a háznak a létrehozatala. Bízzétek, minden gyerek munkát épít.
és ha nem neveli ki belőle ezt az ösztönt, akkor képes lenne arra, hogy megépítse a saját házat. Mint hogy ez lenne a normális. Tehát gondoljatok már arra, hogy az ember lenne az egyetlen állat, aki képtelen magának szállást csinálni. Minden állat képes lenne. Az a baj, hogy ezt kineveljük a gyerekeinkből. Ne sarazzál, koszos leszel, stb. Mi lenne a nőnek a feladata? Nézzétek meg a gyerekeket, azonnal rájöttek. Minden kislány elkezd homokból főzőcskézni, meg kis izéjjel, kis bilimbaszokba rakja a homokot, meg főz, meg ez a mi? Ez a női feladat, értitek? Tehát például a táplálás, az a női feladathoz tartjuk. És nézzétek meg, hogy mennyire fontos. Tehát annyit kell tudni, hogy a gyerek rajzok, teljesen mindegy, hogy hol él az a gyerek, hogy New Yorkban, vagy Los Angelesben, a beton dzsungelbe él, vagy Magyarországon egy tanyán születik, két alapjele van. Van az úgynevezett irka. Ez egy ilyen lendületes, szálkás, szúros valami, ez a napsugaraknak felel meg, ez a férfi minőség. És van az úgynevezett fészek, vagy gombolyák, ez a női minőség. Minden gyerek ezt rajzolja először. És amikor az első értékelhető rajzele pedig ez lesz, ez a körosztal kereszt, és ugye a kettőnek a közén fog megjelenni a két minőségnek, a férfinek, a női minőségnek a közén, ez a könyv. És ugye ezt megbeszéljük, hogy ez a gyerek maga. Tehát a gyerek mindent szeret, ami pöttyös. A labdát szereti, a katicabogarat szereti, a csigabigán ezeket a kis bolyókat szereti. Hát ez a pöttyös. Na most nézzétek meg, kedves hölgyemények, hogy mit csináltok, amikor főztök. Ez a világ legnagyobb mágiája. Teremtés az első pillanattól kezdve. Amikor összevágjátok a főzésre a hozzávalókat, akkor ez a férfi új minőség, ugye? Ez a szálkás kiáll, ügyes csinál majd a késsel. Utána belerakod egy fazék vízbe, és elkezded szépen keverni. Ez meg a fészek, a női minőség. Majd amikor ezzel megvan, utoljára belerakod a fűszereket, ugye? Tehát a teremtést csinálod végig minden egyes nap. Ha ezt kihagyod, szétesik automatikusan a családod. Nem is tudod összetartani. Ez a legnagyobb mágia. Biztos láttátok már ilyen baromi ronda csajok, baromi rondák, érted? Ránézel, és kivel a hideg. És ölelgeti egy ilyen gyönyörű férfi. És miért? Hát azért, mert figyelj, azt a férfit a vasárnál megfogták. És ez így van rendben. Tehát nem a balvi magaság számít meg, hogy milyen gizda vagy meg, hogy mit tudom, hogy mekkora szilikon mellán van, hanem a lényeg az a belső harmónia, a fészek, a főzés. Az, hogy belül úgy néz ki a fészek, úgy van kialakítva, tehát nem ilyen ikea szarokból áll, hanem olyan bútorokból, olyan harmóniában vannak összerakva, ami hat a férfire. A férfi, ha normális, akkor nem pofázik bele abba, hogy otthon mi legyen. Mert a belt az a női, értitek? A férfi az összkapást, vagy az összhatást értékeli, egyszer csak fogja a kalapját, azt odébb áll egy fészekhez, egy másik fészekhez. Értitek? Ahol van vacsora. Van, egyébként örülni fogsz, igen, egyébként. Ide vonatkozik. Erre vonatkozik. Székelyicet ismeritek, hogy székelyicet csak fogja, veszi a kalapját, azt elmegy otthon. 10 év múlva bedörömböd. Jaj, édes uram, de jó, hogy hozzájött, hogy járt eddig? Na, szóval, ha ezt el akarjátok kerülni, az egyik kulcs, ez a család összetartásának is a legnagyobb kulcsa, a főzés. Most, hogy ki már elkezdtünk beszélgetni, hogy kéne főzni, ma nagyon rosszul főzünk. Tehát annyira össze nem idő, például a rántott hús, az egy tipikus ilyen rántott hús krumplival. Ennél, hogy is mondjam, károsabb ennivalót nem lehet neki találni. Tehát itt minden rossz példa ott van, amit nem szabad csinálni. Tehát a legfontosabb, hogy fehérjéket, állati fehérjéket és szénhidrátokat nem szabad összekeverni. Pont. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát most gondolj el a panírozott rántott hús, de nem is magyar, hát bécsi szelet, meg párizsi szelet. Ilyet normális magyar ember soha nem csinál. És ráadásul tojás fogsz bele, a tojás az csak önmagába fogyasztható. Ez is egy nagyon fontos dolog. Hát a tojás az maga az élet, a teljes élet. Hát az nem tudom, melyet tudjátok, az egy sejt. Tehát egy tojás az egy sejt. Ott van a sejtmagja, ott van minden, ott van.
Most ezt nem szabadna együtt tenni. Tehát vagy húst teszel friss zöldséggel, vagy párolt zöldséggel, vagy pedig rizs teszel párolt zöldséggel, vagy krumplit teszel párolt zöldséggel. Ezeket össze, tehát a zöldséget mindennel lehet tenni, de azért mondom, hogy nagyon sok gyerek már tönkre van téve, már kandidás például. A kandida az tipikus egy ilyen, amikor egyszerűen nem tudod megemészteni. Mert az emésztő rendszered úgy néz ki, hogy egy gyomrod, az savas, a patkó beled, az lúgos. Tehát megdolgozza először a savval, baromi erősen, utána lúggal, baromi erősen. De teljesen más lesz a fehérjéből a megdolgozás után, és teljesen más lesz a szilikátból. Ha ezeket együtt dolgozza meg, azt nem tudja feldolgozni, és elkezd rohadni a belegbe. A rohadó dolgon pedig minden élősköd, tehát a gibisztától a kandidán át, amit tudom én mi. Tehát ezt is mondom, hogy ha jól akartok főzni, ha csak ezt az egy alapszabályt, ezt úgy hívják, hogy különvált táplálkozás, tehát elkülönült táplálkozás. Nézzetek majd utána az interneten. Ha ezt az egyet betartjátok, már minden a felétől, a csontfiktulástól, a kandidán át, az allergiákig mindent rendbe tudtok hozni egy éven. Egy éven belül. Tehát ez fontos. Jó? Na, tehát gyereknél tartunk. Mikor fog szülni a nő? Na most nem tudom, kinek volt, ki tartott tyúkot legalább gyerekkorában. Jó, most tudjátok, hogy a tyúk, ha idegesíted, nem fog tolni. Igaz? Tehát a nőnek nyugalom kell. Ha stresszes állapotban van, a nő képtelen megfogadni. Képtelen. Egyébként a férfi meg képtelen megtermékenyíteni a nőt, hogy a stresszes állapotban van. Most ez a mai világ, nem tudom mennyire ismeritek, Amerikának 60-70%-a impotens. Impotens és képtelen megfogni. Miért? Egyrészt a stressz miatt, másrészt a végtelen sok szemét miatt, és van egy harmadik ok, amiről nagyon kevesen tudnak, ez a szőrzet. A szőrzetről annyit kell tudni, hogy semmit nem teremtett rajtunk véletlenül az Isten. Tehát azért van szőrzetünk, mert minden egyes ilyen szőrzett terület egy-egy fontos testterületet táplál. Tehát úgy néz ki az ember, ugye? Hoppá! Csak nagyon szemületes ezek. Úgy néz ki az ember, hogy a fej szőrzeted táplálja a szellemiséget. Gondoljatok a Sámsonnak a legendájára. Ugye? Levágták a szőrét, elvesztette, vagy levágták a haját, elvesztette a szőrét. Gondoljatok arra, hogy katonáknak, raboknak, szerzeteseknek, minden olyannak, akinek tiltva van a gondolkodás. Gyárilag. Te csak teljesítsd a parancsot. Levágják a haját. Nagyon fontos a haj. A fanszőrzet az azért fontos, mert fanszőrzet nélkül nem tudsz fogalni. Nem tudsz annyi energiát betáplálni a szervezetedbe. Hát miért mondom, hogy energia? Ha, mit tudom én, mondjuk hideg van. Vagy olyat hallasz, aminek a feldolgozása az energia kell, ugye éjnek áll a szőröm, éjnek áll a hajam, stb. Tehát rendkívül fontos dolog. Most az a legfontosabb egy nőnél, az a hóhajszőrzet. Miért? Azért, mert a nő tudja fölpölteni a családját. Tehát gondolj arra, amikor a nő megsimogatja a gyereket, megsimogatja a férjét, azért körülbelül egy hónapig elég ez az energia. Tehát a simogatás nem egy ilyen mechanikus dűrűzkörés, mint ma, mint ahogy a szex se erről a favágásról szólt, vagy a szeretkezés, mint amit ma csinálunk. Ez egy hihetetlen energia csereként ember között. Na most, ami durva, például, hogyha levágod a hólajszőröt, nem tudsz gyógyítani, nem tudsz kezelni. Ugye a magyarságnak az ősi gyógymódja az a kezelés volt. Amikor ráteszed a gyerek hasára a kezet, hogy ne fájjon, elindul ez a forróság a tenyeredbe, azt a gyerek már meg is gyógyulni. Kérjük, anya, tartsd még ott a kezed, milyen jó. Érted? Most ha megéri azt, hogy olyan legyen, mint egy rosszul pörkölt szalonnabőrke, ha megéri ennyit neked ez a dolog, akkor csinál. Én nem tudom, kitáltam ki ezt a valóságot. Én úgy érzem, hogy férfi vagyok, én ha meglátok egy szép, szőrös női hónalját, én elsírom. Barátom, ő mondta, hogy szerintem a kopasz puncit azért találták ki, mert a pedofiloknak ez tetszik.
Tehát ez egy ilyen atavisztikus dolog, hogy legyen kopasz kuncid, és akkor 10 éves vagy. Értetek? Tehát egy nagyon-nagyon pervert volt. De ez most komolyan mondom. És akkor Magyarországon figyeljetek, amikor én egyetemista voltam, eszébe nem jutott egy nőnek még leborotválni onnáját. Tehát gyönyörű volt, ami villant a kerületet. Bólóból ezek a időt. De nézzétek meg, hogy hol lett divat itt Amerikában. Ugye a Marilyn Monroe mutogatta magát, aztán egész véletlenül öngyilkos lett, igaz? Tehát pont a lelkiségének nem volt meg a megfelelő energiája. Ezekre oda kell figyelni, ezek nem játékok. Na, tehát hogyha gyereket akarsz fogadni, egyrészt rad magad rendben energetikailag. Tehát ez azt jelenti, hogy régen minden nőt megcsontkovácsoltak, megkentek. A csontkovácsolás az azért fontos, mert energetikailag úgy működik, hogy a gerincünk mentén folyik az energia, ugye? Van egy koronacsakra, van egy gyökércsakra, és ementén, ugye itt a tölcsér meg a kipufogó, ementén a gerincünk mentén folyik végig az energia. Ha egy gerincs olyan ki van mozdulva, akkor ott egy vízlépcső lesz. És az ahhoz tartozó, ugye tudjátok, hogy minden gerincs olyanban egy idegpár lép ki, és valamilyen szervünket beidegzi, működteti. Na most az a szerv az biztos, hogy károsodik, és ráadásul nem lesz annyi energiát. Tehát ezért rakták rendbe a gerincet. A másik, amit csináltak, az a kenés. Tehát azt úgy képzeljétek el, hogy azt nézem, hogy kinek volt itt szerencséje a kenéshez, de azért látok pár embert. Tehát ez egy fájdalmas játék, viszont az inakat rakja rendbe. Tehát például ma a nők többsége azért nem tud szülni, mert nem bírja szétrakni a lábát. Nem, mert ilyen nem is érzi, hogy ez hátulról termékenyült, vagy hogy nem bír el szétrakni a lábát, nem bír elég nagy terpet csinálni. Tehát normális esetben, ha lefeksz, a lábadnak meg kéne menni a földig, a térdednek koppannia kéne a földet. És ez nincs meg, miért nincs meg a sok ülőmunka miatt. Ennél durvább dolgok is vannak, mert állandóan ülnek az emberek, ugye a mély száj előre fogunk. Tehát az ülköteg, az nincs a helyén és előre fogunk. Ezért nem is tudja fogadni fizikailag a hímveszőt. Tehát alálősz, vagy fölélősz. Tehát nem találkoznak normálisan. Tehát spiccel az a nagyvilágban, a szerszám még működik, csak a csajszín nem működik. És ilyenkor is meg kell kenni. Tehát itt van kint ilyen in, ha azt helyre rakod, ez egy jó fájdalmas dolog, meg hetekig kétszőt lesz, de utána lesz gyerekérdekes módon. Ezt is Erdélybe tanultuk. Sehol a világon nem csinálhatok, már csak itt nálam. Ez a felelősségünk, tehát ez jelenti azt, hogy magunk vagyunk. Visszük tovább az életet, visszük tovább azt a tudást, ami kell hozzá. Na, tehát nagyon fontos a nyugalom. A nyugalom az, hogy ugye addig képtelen tojni is, amíg nagyon zavarod, de kotlani csak akkor fog, hogyha tökéletes biztonságban érzi magát. És ezt meg a férfiak nem érzi. És akkor rohangáztak mindenkihez, mesterséges megtermékenyíteni, meg stb. Ez így nem működik, hogy na, dugjunk egyet, van 5 percet. Érted? Tökéletes nyugalom kell, tökéletes ott lét mind a két embertől, különben nem jön a gyerek. Na, aztán, ami még nagyon fontos lenne, hogy ha te vársz egy vendéget, akkor kitakarítod a házat, igaz? Tehát rendben az mindent, elmosogatsz. A két havi szennyes nekiállsz, elmosogat, és stb. Ugyanez van a gyereknél is. Tehát mielőtt jön a gyerek, rendbe kell rakni hozzá, mert nem mindegy, hogy milyen minőségű gyerek jön hozzá. És ha azt akarod, hogy egy tiszta gyerek szívessen le, akkor tisztába kell rakni magad. Most ez az, amikről az első nap beszéltünk, tehát hogy a tisztítókúrát, a vértisztítást meg kell csinálni. Ebbe is már tisztítást meg kell csinálni, és utána az ereknek és a vesének a megtisztítását. Tehát ugye elmondta, hogy a béltisztítás beöntéssel a legkönnyebb, ugye ennek faszenet kell lenni, stb. A ebbe is már tisztítás ki van az interneten, tehát a sulósi félanyag, és a vértisztításra pedig a legegyszerűbb almaedzetet inni. Ez a legegyszerűbb népi gyógyász mód. 1000 évek óta használják, 1000 év óta bevált, ugye? Ha ezt megcsinálod, akkor olyan állapotba kerülsz, pluszban helyre van rakva a gerincet, egyes a tartásod, olyan állapotba kerülsz, hogy képes vagy fogadni. És akkor nincs ilyen, mint ma, hogy hordozzák a izéket, a nőket körbe, mint a véres kardot, hogy hol termékenyíti már meg valamelyik állomás. Nem tehenek. Meg bújcsizmás izé, mikor járja hozzájunk. Hát, borzalmas. Na,
Tehát elég az hozzá, hogy ennyi plusz a nyugalom, az kell, hogy a gyerek nemzés megtörténjen, illetve még egy, mit gondoltok, mi ez? Ez már egy ilyen szellemi vagy lelki dolog. Mi lehet az? Mi a gyerek? Nem, próbáld meg megfogalmazni, hogy mi a gyerek. Áldás. Ma. Ma, a jövő, pontosan. Te magod, az a gyerek. Érted? Ha nincs jövőképed, nem lesz gyereked. Értitek? Ma ez a legnagyobb probléma a világban, hogy a fiataljaink nem látnak jövőképet. Ott ülnek szerencsétlenek a nyakig a hitelekbe. Ez iszonyú. Tehát amit mondjuk, valakinek mondtam, hogy ilyen ország, a világon nincs még egy, hogy 19 szál egy doboz cigaretta. Még ezt is kilopják a segédből, értitek? Egy szálért képes meg... Na, nem is mondjam szépen. Kielégíteni az anyját, érted? Egy szálért. De képzeljétek el, nem nevetséges most őszintén. És akkor az indok mi volt, védik az egészségüket. Igen? Szóval borzalmas az egész. Tehát ez az, amit tegnap elmondtam, hogy ugye Magyarországon 44% volt a teljes hiteldíj mutató, Romániában ugyanannál az OTP banknál 12% volt. Ezek nagyon durva dolgok. Tehát ennyire próbálják a magot kiirtani azok az erők, akik nem az életet szolgálják. Viszont miután mi az életet szolgáljuk, ez nagyon fontos, hogy a tudás először a magon belül elkezdjen működni, tehát a magyarságunknak azt kell szépen fogáradni a világot. Tehát a gyereknek ennyi körbe a felvétel, se több, se kevesebb. Tehát ha a jövőben hisznek a fiatalok, akkor lesz gyerek. Ezért mondom, hogy nem kell nyavajogni, hogy fogyunk Magyarországon. Elég egy holdfényes májusi éjszaka, meg az, hogy az emberek higgyenek a jövőbe, és már is kétszer ennyi lesz. A hitet kell jönni. Azt, amit mondtam, hogy ugye ma képtelnek vagyunk, nincs egy elképzelésünk egyből. Se egyéni szinten, se családi szinten, se nemzeti szinten. Tehát ezeket az elképzeléseket kell kialakítani mindenkinek. És működni fog minden. Jöjjön. Na, rendben van, várjuk a gyereket. Egy nagyon érdekes dolog, természeti népeknél úgy várták a gyermeket, ugye az, hogy meghívta a gyereket. Tehát kiült egy domboldalra, fönn voltak a csillagok, és várt egy zenét. Egy zenét. És minden egyes ember az egy dallam, ami vágjátani. Gondoljátok el, hogy milyen gyönyörű harmónia lenne, vagy filharmónia lenne, hogyha ezek a hangok együtt működnének. Nem csupa fals hang lenne a világban, hanem van egy gyönyörű film, az valami mese szép, ez a, hogy hívják azt a svéd filmet? Milyen hétköznapi Mennyország. Hétköznapi Mennyország. Ezt nézzétek meg, mert ennél szebb filmet egyszer nem lehet csinálni. Hétköznapi Mennyország. Miről szól az egész? Van egy világhírű karmester, és szívinfarktus kap, és el kell menni a nyugalomba, vidékre, falura. És visszamegy abba a faluba, ahol ő gyerek volt. Igen, ám de gyerekkorában egy nagyon nagy sérülés érte, nagyon megverték a többiek, stb. És akkor felkéri ott a falunak a templomi kórus, egy ilyen teljesen tehetségtelen magás, felkéri, hogy legyen már ő a karmester. Egy világhírű karmester. És akkor egy kis ideig szabódik, azt elvállalja. És akkor tudjátok, mi a módszere? Tudjátok, miért, hogy változtatja meg az embereket? Mindenkinek megkeresi a saját hangját. Érted? Ma nem a saját hangunkon énekünk. Ma az anyai elvárásnak a hangján, a munkai elvárásnak a hangján, a hazugságnak a hangján. És mindenki megtalálja a saját hangját, és a végén egy elképesztő, tehát egy csoda lesz, föllépnek egy hatalmas hangversenyen, és akkor elkezdenek énekelni, és elkezdenek mellé énekelni az emberek, és a végén valami hihetetlen összhang lesz. Na, ez a magyarságnak a feladat. Pontosan ez. Ez a film egyszerűen leírja ezt. De ehhez az kell, hogy először a saját hangunkat találjuk meg. Ezért mondtam tegnap, hogy szívünkre kell hallgatni. Ami nem hallgat, nem tudnak meg az emberek a szívükre hallgatni, esély nincs arra, hogy fölébredjenek. Tehát amíg Brüsszel vezeti Európát, értitek, addig itt káosz lesz. Majd ha a Kárpát-medence, tehát a középpont fogja vezetni, akkor fog működni.
és vége lesz ennek a rémálomnak a világban. De ahhoz, hogy a Kárpát-medence vezethessen, ahhoz azt kéne, hogy legyenek emberek. Tehát nem biorobotok, emberek. Saját hanggal, saját küldetéssel, saját feladattal, saját boldogsággal. És mintával, értitek, hogy én boldog vagyok, és boldog a családom. Szarok bele, hogy mit mond a szakértő, mit mond a politikus, mit mond az EU-bürokrata, én köszönöm, jól vagyok. Értitek? És ha ez elkezd kifele áradni, akkor elkezdenek az emberek, mindenki azt mondja, hogy figyelj, mi a francia énekeltén hangisan, amikor van egy saját hangom. És a saját hangnál van egy nagyon fontos dolog, hogy Isten, mert csak úgy tudsz rezonálni, hogyha a saját hangodat hallod, érted? Ha más hangján, akkor nem tudod fölvenni vele a kapcsolatot. Úgyhogy gyönyörűen össze fog ámbolzani. Már erről szól ez a hétköznapi Magyarország. Én azt hiszem, hogy azt kéne, hogy ezt meg kéne nézzétek együtt ezeket a filmeket. Összeírok egy ilyet, és gyertek össze, szépen ment a mozika, felszereltek ilyen popcornos szarokat a kalfára. XXL-es kóla férje nem, és ez egy csoda. Teljesen más együtt egy mozik nézni, mint ott, de ezt ki is tudjátok. Tehát ezt csináljátok. Így ez közösség. A közös célok fogják összetartani a közös eget, a közösség. Ég. Közös ég. Közös ég. Közös ég. Az annyit, hogy közös vezérlő csillagaitok vannak. Nagyon fontos. A közös segg. A közös seggel is ültök van. Na, akkor elérkeztünk oda, hogy hogy kell ezt a gyermeket várni. Tehát kiülsz, és meghallod azt a zenét, ami a gyereknek a zenéje. Természeti népeknél innentől kezdve elkezdték ezt a dalot énekelni. Tehát a nő ezt gondolta szépen munka közben, és mintegy levarázsolt azt a gyermeket. Nagyon fontos, hogy a gyerek a fogantatása pillanatától mindenre emlékszik. Ezt soha felejtsétek el. A gyerek nem ott kezdődik, hogy kihúzik. Mindent hall az anyja hasában. Mindent érez az anyja hasában. Érzi, hogyha nem akarják. Érzi, hogyha fiút akarnak helyette. Tehát ezekre nagyon-nagyon figyeljetek oda. Nincsenek elvárások, pontosan azt a gyermeket fogjátok kapni, akire a legnagyobb szükségetek. Jó? Várandóság. Várandóság alatt nagyon oda kell figyelni. Fokozottan a tisztaságra. Fokozottan. Tehát arra, hogy mit eszek, a tiszta gondolatokra. Arra, hogy minden reggel megköszönöm az Istennek azt a gyermeket. Úgy ébredek fel, hogy köszönöm Uram ezt a gyereket, akit megjelentem. És minden este így fekszem be. Nem csinálok semmi olyan dolgot, ami tisztátlan. És akkor szépen gyarapodik az a gyermek. Még egy nagyon fontos van, az utolsó pillanatig dolgozzá. Tehát eszedben ne jusson pihenni. Ez nagyon fontos, mert ha nem mozogsz, tehát hányszor mondták az öregek, hogy hát én bizony kapálás közben szültem meg a Julcsát a föld szélén. Igen, mert a régiségben egy dolog nem volt megengedett a várandós asszonynak, az áldott állapotban levő asszonynak, ezt ne felejtsétek el, nem terhesek a nők, mert ha terhesek, akkor így is fogják megélni. Tehát ez ki ne esd a szádon, hogy terhes, ez mágia, szó mágia. Ha terhes, akkor bizony, akkor ilyen elefánt lába, akkor ekkora izét fogsz szipelni, és te egy terhez. Ha áldott állapotban, hogy nem tudom, hogy láttatok, hogy már áldott állapotban levő, hogy a sugárzik. Akkor nem aggálja van, hogy minden szemetet széptol a környében. Értitek? Tehát áldott állapotban levő. Az áldott állapotban levő nő, az dolgozó sokat, mozogja sokat. Ugye, és ilyenkor hát ott a gyerek az ugye tágul, és tágulnia kell mindennek. Most ha befektetik egy kórházba, hogy csak pihenjen az anyuka, nem tud tágulni. Nyomja minden szerve a gyereket, ugye csak mozgás közben tudsz tágulni. És a gyerek tönkre fog menni, az anyának el fognak sajtnulni az izmai, és mi lesz a következménye? Császár. Egy ilyen nő nem tud már természetesen megszülni. Értitek? Tehát az utolsó pillanatig kell kapálni, utolsó pillanatig kell mozogni, hajolgatni nyugodtan, gumolgatni nyugodtan, semmi baj nem lesz tőle, az égvilágban semmi baj, nem kell beszállni. Úgy vagyok összetoltozva, pontosan el a feladathoz készen és megfelelően. Viszont, és itt jön, ma mindent fordítva csinálunk, ez az, amit mondtam az első előadásban, mindent meg kell fordítani, mint hogy ma van, és az működik jól. Viszont szülés után 6 hétig sehova,
Értitek? Ez volt a boldogasszony ágya. 6 hétig nem mehetett ugye a gyerek ágy, és 6 hétig sehova nem mehetett a nő, de olyannyira, hogy még az ágytálát is más hitte kérjette. Értitek? Sehova nem mehetett el. Miért fontos ez? Azért, mert körülbelül 6 hét kell ahhoz, hogy a szülés után visszarendeződhessenek a dolgok. Hogy visszamenjen minden a helyére, hogy kitisztulhasson, kitisztítsa magából a nő azokat, amiket kell, stb. Tehát ez 6 hét. Ha ezt a 6 hetet nem tartod, akkor biztos, hogy viszeres lesz a lábad, biztos, hogy a gerincet tönkre fog menni, stb. Na most akkor még fogjuk kísérni a szülés folyamatát, hogy hogy kéne szülni, és hogy ma hogy szülnek. Tehát először is teljesen mindegy, hogy a nő kórházba szül, vagy otthon, érezze magát biztonságban. Mert ez, ha kényszeríti a családja, hogy te szüljél otthon, és közben a család így fél a szüléstől, az nem fog menni azzal, mert félúton fog rohangászni a mentő. Értitek? Tehát nagyon fontos, legyen biztonságban, fészekre gondolj mindig. A tojó nyugodtan, hogy mikor fog ott van egy tyúk, hogyha abszolút nyugalomban van, borítóval lefették, ugye régen ilyen fából, vagy mi a fenéből, fűzfából készült borítóval lefették, hogy úgy érez, hogy egy bokor legsűrűjében vagy a világ legvédettebb helyében. Most ezt kell érezni a nőnek is. Olyan tárgyakkal kell körülvenni, és olyan emberekkel, akit szeret. Ez nagyon fontos. Tehát régen is a komaasszonya, a gyerekkori pajtásai, az anyja, ezek voltak vele. És ezek őrizték, segítették ott felváltva. Elindul a szülés, és itt nagyon fontos, hogy a nő olyan testhelyzetbe szüljön, amit ő érez. Tehát nekem kétszer szült a feleségem otthon, mind a kétszer négykézben. Ő úgy érezte magát jól. De egy barátomnak a felesége az guggolva szült, egy biztos, ami ma van, az a lehető legkülyebb szülés, ugye, hogy a segge kint van az égben, vagy a főorvos úgy bekandikál a sor, hogyha érdekli a folyamat, ugye? Tehát ez is gravitációval szembeszül. Tehát ez nonsens dolog. Tehát úgy kell, hogy jó legyen, kényelmes legyen neki, van, aki vízbe szül, teljesen mindegy, hogy szülsz, ahogy neked jó. Az a lényeg, hogy ne kapjál érzéstejtőt. Ne kapjál érzéstejtőt. Miért? Azért, mert a fájdalom az pontosan azért van, hogy korlátozzon a mozgásban. Ha nem fáj valami, akkor fog szétszakadni. Ugye, ma beadják az epidurális érzéseit, két dolog fog történni, egyrészt tökre megy a gerince, az egész biztos. A másik pedig az, hogy miután nem fájt az a gyerek, nem is volt becsülni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy az amire az ember igazán megküzd, azt tudja igazán megbecsülni. És ez a gyereknél is. Tehát nagyon fontos, hogy és még valami, a fájdalom az mindig a félelemből. Tehát, hogyha az a nő nem fél a szüléstől, akkor nem fog neki fájni. Régen a szülést úgy élték meg a nők, mint a legmegborgasztóbb az életük. Ma meg, most is született az osztály, kétfejű gyerek, érted? Tehát egymást teszelik, minden sok szerencsétlen beparázott tyúk, egymás után vágatják fel a hasukat. Ugye, megy császárban. Ne legyen rossz, ne fájjon a szülés, hát neked nem fájjon, de a gyerek nem fog kurvára fájni, mert a gyerek egész életére nyomorodsz. Mert nem fogja megérezni, tehát ha a szülő csatornán, amikor keresztül préseli magát a gyerek, feje búbjától, akkor érzi meg először a határait. Soha nem fogja tudni érezni a határait, mindig félni fog. Egész életébe fél egy ilyen gyerek. Mindig bizonytalan. Olyan bizonytalan vagyok, vagy nem. Érted? Ez pontosan ez a szülés körüli dolgoktól szokott történni. Na, megszületik a gyermek, mit kell vele tenni? Határoljon. Elvágod a költözés. Mi? Költözés nem ott elvágják. Hát ezt a hentest, ezt ne engedjétek. Az orvosok is ezt csinálják, ezt mondom, mit kell vele csinálni? Így van, azonnal a töltőre kell helyezni. Ugye? Nem szabad elvágni, megmondom én, és nem szabad, pláne nem szabad fürdetgetni, paskolgatni a segít, leszírni, tajszámot adni neki, mint tudom el, többet Magyarországon ma előbb megkapva az adókártyát, mint a gyerekek. Figyeljetek, 3 napos volt a gyerek, már ott volt a kezemben az adókártyát, csak néztem ki a fejembe, hogy milyen kurva gyors most a hatalom, ugye? Na, tehát nagyon fontos, hogy
hogy azonnal szívére kell helyezni, és legalább egy fél órát, de inkább egy órát ott kell adni. Erre van egy nagyon pontos idő, pont, hogy meddig, addig, amíg még a köldök zsinór pulzál. Ugye, és a köldök zsinór először megszűri ugye a nő a gyermeket, utána megszűri a méhlepényt. Most a méhlepény, amikor kín van, az egy kis vegyi laboratórium, még az utolsó pillanatig tuningolja a gyereket, hogy na még ezt adunk neki, párcsak, alendelon, stb. Ugye? Tehát még az utolsó pillanatig rendezi azt a gyereket. Ha elvágunk idejekorán a napzat, a köldökzsinót, akkor nem lesz elég immunitás a gyerek. Tehát majd kifogott, megszűnik a pumpálás, és még a hülye apukának van egy ilyen használt utasítás, tudod, mint a kis ollóval izélni a tejnél, hogy itt kell levágni, és ott fog kifehéredni a köldökzsinór, ahol el kell vágni. Minden két gyereket én adtam át a közúti forgalomnak, én vágtam át a szalagot, az eleve egy csodálatos érzés egy apának. Hát ez az, hogy már áldásom lehet. Legyen szép az élet. Ez kár kiadni, kedves apukát. Az első szülésnél a szülést magát lekéstem, ott még csak a költőzsigonig jutottam, a második szülésnél már ott voltam végig, tehát az egész tranzakciót végignéztük, és tényleg egy csodálatos dolog. Ez egy apa számára egy csodálatos, és felejtetetlen volt. Én egyébként nem voltam híve annak, hogy egy apa legyen, hogy csak a feleségem kérte, hogy valamiért úgy érzi, hogy ott kell legyen. És a második szülésnél a gyerek nyakára tekeredett a köldökzsinór, és már gyengült a szívhangja. És akkor mondtam, hogy na valamit, akkor most toljunk egyet, és kísérjük. Na, utána mi a fontos? Utána semmi más nem kell, mint a nyugalom. Tehát elvágod a köldökzsinór, szépen leápolod. A méhlepényt nem mit csinálsz? Természeti népeknél bizony azok a nők, akik segítettek a szülésbe, jutalomból megkapták, ugyanis ez a világ legtáplálóbb és legerősebb gyógyszere. Ezt nem tudom, mennyire tudjátok, ez ilyen nagyon drága, de ez tényleg nagyon drága. Tehát ilyen mit ez több, igen. Tehát képzeljétek, a világ legerősebb ráztáit, mindenféle kurva drága L'Oréal izékben ez van. Ez az egyik alapanyag. A másik a ló, úgy csak, hogy tudjatok róla. De a lányoknak mondom, asszonykáknak, ha azt akarjátok, hogy tényleg szép legyen a bőrötök, akkor szépen pisírtek egyet, fölfogjátok a középső sugarát, ráteszitek egy tiszta gyorsra, és pár percre ráterítitek az arcotokra. Aki azt mondja, hogy fúj, az meg továbbra is használja a lóhúgyot. Tehát a L'Oréalnak a lóhúgyát. Az márkás. L'Oréal. Szerintem melyik a jobb egy mit tudom én, egy minnek a húgya, vagy a te saját vizeleted? Melyik lett a jobb? Hát a vizelető annyit tudjátok, hogy ez tiszta vérsavú. Hát a ló az csak füvetészik, szóval csak biztos jobb lehet füvetészik. Úgy osztasz meg, amit a ló. Magyarországon a népszokás az az volt, hogy elásták ezeket a dolgokat, elásták egy gödörbe, és a fiúknak körtefát ültettek fölé, a lányoknak a fát. És a gyerek erről a fáról levet, bármikor kigyógyult. Ez az igazi homeopát kérdés. Kigyógyult, meggyógyította. Ma van egy, újra kezd visszajönni egy ilyen városi módszer, ez az, hogy homeopatikus, tehát elrakják pálinkába, nemes pálinkák, vagy bodzam érdek, és homeopatikus szerként pár cseppet kap a gyerek akármilyen, tehát a méhlepényt elrakják. Én is mind a kettőjén elraktam. Ez egy örök módszer a gyereknek. Örök módszer. Mire azt az 5 liter izét elfogja iszogatni, addigra biztos, hogy felfogulni, mert az 5 liter nagyon minőségű pálinkában. Sajnáltam is a pálinkát, én pazarlás, de na, utána mi a helyzet, mi a fontos még? A szoptatás. Na most ebből megint egy tragédiát csinálnak, ugye? Jaj, ugye 2 órával a szülés után nekiállnak szoptatni.
Na most nem tudom, keltetett már valaki közületek csirkét? Napokig nem kell étel neki. Ugye, és annyi energiával születik, ami pár nap kopalása elég. A gyerek az ugyanígy van. Tehát nem kell neki. Ez a régiségben, ez úgy nézett ki, hogy ilyenkor voltak a tejfakasztó bulik. Ugye? A tejfakasztóról már gondolom hallottatok. Ilyenkor a férfi emberek elcsámbarogtak az első kocsmáig, és ott kegyetlenül berúgtak. Ugye ittak a gyereknek az egészségére. És mire reggel négykézláb hazaértek a kocsmából, addig már az asszonynak volt teje. Ugye és az asszony tejelválasztása az akkor indul el, amikor meghallja a gyereksírást. Értitek? Most ha letápszerezed azt a gyereket, nem lesz gyereksírás. Viszont az a helyzet, hogy ha letápszerezed azt a gyereket, tejet sem lesz. Tehát nem szabad tápszerezni. Ez a legrosszabb, amit adhatsz neki. Na a tej miért fontos? A tej az a tejút. Ugye a tejút az maga a szoktatásnak az útja. Tehát a tejjel nem csak egyszerűen táplálékot ad át az anya, hanem tanítja a gyereket. Tehát hogyha most gondolod, hogy direktben össze vagy kötve a gyermekeddel. Ha te szoptatsz, és közben nem a mobiltelefon, meg a műkörömtöszörgés, akkor az arra a gyerekre rá tudsz hangolódni, és mindent rá tudsz neki adni, amit át akarsz adni. Ez egy hihetetlen lehetőség. Ilyen egyszer van az életben. Népességre emlékeztek, hány évig szoptatták a gyerekeket? 7 év. Ebből lett a tártos, akit 7 évig szoptattak. Tehát 7 évig kapja azt a tudást, ami végigvonul női ágon. 7 év után elviszik a tártosot, és onnantól kezdve ők tanítják. Tehát ez egy hihetetlen lehetőség, amit ma kiadjuk ezzel, hogy egyszerűen hülyén szoptatnak a nők. Nem az ő hibájuk, nem tanulták, de azt akarjuk, hogy a világ visszaálljon és tele legyen értelmes kölykökkel, akkor ezt kell csinálni. Na, tehát megvan a szoptatás, szépen előbbült a gyerek, mikor kell a szoptatást abbahagyni, mit gondoltok? 7 év után. Igen, csak focizol a nagyobb. Hát a gyerünk mit gondoltok? Hát gondoljátok el, hogy csak van már gyerekek, hogyha nincs, akkor szóljátok. Mi? Már gyerek. Igen, de mikor szokta a baj? Így van, így van. Nagyon fontos. Tejfog pontosan ezért jön ki, már zavarja az anyát, és ugye kezdi magát eltolni a gyereket, és a gyerek jelzi, hogy kész vagyok a feladatra, elkezdett vágni. Na most ilyenkor hogy kell átállni, és mivel kell letetni? Mit mondod? Finomsággal. Mivel? Finomsággal. Vitaminokkal. Gyümölcs. A banánnal. A banánnal kezdtem. A majlók is. Valami. Na jó, elmondom kicsoda. Legközelebb áll tápértékben, fehérjében, egyebekben az anyatejhez, az bizony a szalonna. Ez nagyon érdekes, mert tényleg az első, amit a gyereknek adtak, a szalonna volt, kenyér volt, de hogy? Húj, húj, pánikkábász. Az jó magyar. Előrágva. Az anya nyálával azok az enzimek bekerültek a gyerekbe, ami annak a lebontására szükséges. Tehát az anya megtajtotta a gyerekét lebontani. Szerintetek miért van ennyi lisztérzékeny, tejérzékeny, faszoncsücske érzékeny? Miért van ilyen? Pontosan ezért az anyák nem tanítják meg, mert sokkal egyszerűbb oda cseszni a gyereknek egy ilyen bébifonzer. Értitek? Ez nagyon fontos. Ezek nem játékok, mert ma ebbe szenvednek emberek, még élik egy lisztérzékenységgel az életük. Szóval nagyon-nagyon oda kell figyelni. Jó. Elkezd a táplálni, és amit a gyerek megkíván, ez pár hónap és átáll gyakorlatilag ugyanarra hozta, mint a felnőttek. Elő kell neki csócsálni. Minden új ételt elő kell neki csócsálni. És minden új ételnél megjelenik majd az az enzim, mint a gyerekre, ami lebontja. Ennyi a kulcsa a táplálni.
jó, jó, akkor már megetettük a gyereket, stb. Stb. Na, a mozgások talán legyen, hogy legyen. Huszon-másszor. Igen, tehát az a lényeg, hogy mindig a gyerek megérik valamire. Nem szabad idő előtt erőltetni. Se a felülést, se a felállást. És a létező legrosszabb, amit csinálsz egy gyerekkel, a bébikon. Tehát ez biztos megint amerikai találmány, mert olyan hülye, hogy ez csak amerikai. Igen, áll egy ilyen izébe, egy ilyen kis háromlábú szarva, és így csúszkál, csipik, pakna. Csodálkoznak rajta, hogy öregkorára ugye ezt fogja csinálni. Nincs, nem alakul ki a mozgáskoordinációja. Idő előtt egy olyan feladatra, amire még nincs kész, oda teszik. Tehát nagyon fontos ez, hogy a gyerek mindent az idejében szépen járjon, stb. Stb. Miért fontos van? De elnézést, egyébként ez bizonyított tény manapság, hogy azok a gyerekek, akik kihagynak bizonyos dolgokat, persze, azok nem tudnak a matematikát tanulni később. Ez így van, de olyannyira nem tudnak, hogy például mondok egy példát. Gyerekek, ha nem tudnak beszélni, akkor bizonyos mozgásformák kimaradtak az életükből. Tehát azt képzeljétek el, az őjátékok, ugye? Nagymama ölébe veszi, töröm-töröm a mákot, sütök neked kalácsot, csip-csip csóka, ugye? Két kezét mozgatja a gyereknek, van ritmusa, van dallama, van jobb és bal vagy féltekének az együttes működése. Ez kell ahhoz, hogy összeidegezze a jobb meg a bal vagy féltekét. Ha ez kimarad, az a gyerek nem fog tudni beszélni. Ha kimarad, az a gyerek diszlexiás lesz. Ezért lesznek hülyék a gyerekeim, mert nincsenek nagyanyák. Miért nincsenek nagyanyák? Magyarországon például azért, mert sorozatfüggők. Nem lehet rájuk bízni a gyereket. És ez azért fontos, mert a gyerekeket mindig a nagyszülők és a szülők együtt nevelték, majd mindjárt beszélünk el most. Tehát ez rendkívül fontos, hogy a önjátékokat a gyerekekkel játszunk. Most ezt honnan lehet megtalálni azt, hogy itt valami hiba van? Nagyon egyszerű. Tehát például, amikor a gyerek játszik valamilyen tárgyal, mondjuk egy autóval. Normális esetben eltolja ideig, és innentől a másik kezére. Ugye az egyik, a két kéz össze van hangolva, normálisan működik. Most ha ezt látod, hogy eltolja és tolja, annak nincs rendesen összeidegződve a két agyféltekére. Ez javítható később, nagyon egyszerű módon, tehát nem logopédus, nem a szájával van szerencsétlen, egy turkának a szájával nyomultnak, hanem az agyával van. Pontosabban a szülők agyával, de ott vetül király. Most ilyenkor kell neki kétkezes játékokat adni, például kisebb, se terjesen, gyerebézzen, kétkezes dolgokat értitek. Ez nagyon furcsa, határosan. Ezért életveszélyesek a mai játékok. Egyszerűen életveszélyesek, nem tudok rá más mondani. Most gondold el, eleve mivel találkozik ma először egy gyerek? Mivel találkozik? Mondjatok! Tévére! Műanyaggal, de ó, műanyaggal ráadásul ugye hülye kínai szemét, érted? Zenél, világít, villog, csattog, hát ilyen ez a világ. Ezt kell megismerni. Most egy normális szülő a gyereknek egy fenyőtobozt ad, egy gesztenyét ad, egy kukoricacsutkát ad, bármi olyat, amit az Isten teremtett, nem a hülye kínai. Értitek? Ez nagyon fontos. Hát olyannak találkozom, hogy természetesen, ami Istentől származik, és kezdje felfedezni Isten világát. És sokat kell a gyereket levegőre vinni, nem kell félni, nem fog megfázni a gyerek, semmi. A gyerek az tökéletes. Tehát ami benned rossz, azt már rég kiszűrte a mutatét. Tehát a gyerek az nem kap egyből rossz dolgokat. Az csak te tudod majd elrontani a banánnal, a üvé tubusos szarokkal, egyebekkel. Tehát olyat kell, ha nem csúcsát anyagokkal elteted, az a gyerek el fog romlani. Tehát hiába egy Isten ajándéka, már az elején meg fog sérülni. Na menjünk tovább. Tehát elkezd a gyerek játszani. Mit adj neki? Elmondom először, hogy mit ne adj. Ne adj Legót neki. A Legó erre a raster világra fogja tanítani. Tehát, hogy így is oszd fel ezt a világot, így is oszd fel ezt a világot, és szépen majd egy nagyon jó mérnök lesz belőle, vagy ilyen droid, ami ilyen töszöket fog összerakni egy gyárba, értitek? De nem lesz termelékeny az esze, mert ez kimarad az életében.
Tehát nagyon fontos, hogy logikai játékokat ne játsszál gyerekekkel. Ez a halál. Ez a halál. Tehát mindig valaminek a rovására fog menni. Logikai játékok, korai vese van. Kész. Tehát minden összefog. Amikor még a veséjének kéne annak a gyereknek beidegződnie, elindulni az életbe, akkor ha valami mással lekötöd, mert te jót akarsz neki. Én tudom, hogy mindenki jót akar a gyereknek. Nálunk is kapok biztos számítógépeket adnak az óvodába a gyereknek. Már úgy zombit nevelnek belőle. Elkezdik angolra tanítani 2 éves korában. Ennél nagyobb kárt nem csinálsz egy gyereknek, mint a két nyelvűség. Erre nagyon figyeljetek oda. Tehát az első időszakban ne találkozzon más nyelvvel, mint amilyen főnyelvvel. Ha nem a magyar, az se baj, mert akkor is legalább egy egészséges arab lesz belőle, egészséges indián, vagy felett, micsoda. De ha találkozik ez a két nyelv, akkor egy hülye magyar lesz belőle. Miért? Azért, mert minden nyelv az egy gondolkodásmód. Nyelven gondolkodik az ember. Amikor két gondolkodásmód összeveszik az emberbe, akkor vagy skizofén lesz belőle, vagy ami még rosszabb, identitászavaros lesz a gyerek, és az már vélet. Ezért van ennyi leukémiás gyerek. Pont azokban a helyeken, ahol összekeverednek és identitászavarosan a gyerek. Na, akkor... Jó. Tehát elkezd a gyerek játszani, gyerekjátékot. Tehát ugye az őrjátékokról már volt szó, ez a legelső, és utána szépen, ahogy felfedezi a világot, ne tanítsd a gyereket, ő kutyának, a kölyökorosztálynak. Úgy fedezi fel az életet, hogy játsz. Mindenféle tud gondoltok, miért nem tudnak társat találni a fiataljaimnak? Na most nagyon fontos a párválasztó játékok, gyereke van. A párválasztó játékok, ugye? Amikor ki kellett a párodat választani, és ha egy gyerek ezt megtanulja gyerekkorban, neki nincsenek ilyen antiszociális, mit tudom én mi, hogy nem mer oda menni egy lányhoz. Hát figyelj, gyerekkorában már megtanultak. De a fogócska, a bujócska, stb. Tehát ezek a gyerekjátékok mind nagyon fontosak. Na, itt egy picit abban adjuk, játszunk egy kicsit, jó? Gyere kicsi! Össze fogunk állni párosával, és egy rendkívül bonyolult mozgáskoordinációs játékot fogunk játszani. Pont erre a bal-jobban férteke beidegződésére. Gyere, szíves! Következő lesz a téma. Szembe álltok így egymással, kurva bonyolult a játék. Figyeljétek a játékszabályokat. Na, akkor álljunk fel mindenki, rendezünk ezt a párunkba. Gyerünk, ígunk! Mennyire vagyok már amerikaiak egy pillanatban tudom elvenni. Rendezünk ezt a párunkba. Más. Na, én most Lassan csináltad, lássad a kibért.
Na, lassan, lassan! Hú, Balázs! Oh my god! Hú, nem ne baj, és menjen ez a izé, tehát alapból, gyere, csináljuk a lapot. Gyere, csináljuk. 2, 3. Várjál, de itt már volt valami, hát egy bolyétás be lehet mondani, de nem ötöt. Jó, hát ötöt. Egyet akartam. Melyiket? Egyszerű. Le. Egy. De akkor melyik? Ja, gyerekem játszta ezt, ez is már. Várjál, az előbb mondtál valami nem értem. Igen. Utána ilyen, utána meg valami így, és akkor gyertek ide. Körbe, álljatok ide. Gyertek, álljatok ide, jó tövöre. Gyertek. Gyertek. Ide, vállakat összerakni, egész is körbe. Hátsósor is jöhet, csak egy is. Gyertek, ott gyertek ide, hogy elférjetek közé. Nagyon tövörek van. Jó. Álljatok közelebb nyugodtan. Jó. Akkor most a következő feladat, becsukod a szemed, majd előre fogod nyújtani a kezed, és megfogsz pontosan egy kezed, tehát nem lehet rajtad két kéz. Tedd előre a kezed, és kezdjél tapogatózni. Melyetek fejjel? Kezed! Valaki már az orromat nyomogat. Fejjel! De ne bóckodj, mert ez nem Na mindenkinek meg van kezdet? Nekem kettő. Várjál, nekem is kettő van. Talán pluszba van. Ó, sas! Tilti van helyen. Na, kezedet, te is fölteszed. Akinek már megvan a kettő, ez így nem jó. Hát a saját kezed fogod, te jó. Gyerekek! Nincs kéz! Figyeljtek, ennyire nem mentek amerikai. Egy kezed. Egy. Akinek megvan az egy kéz, az már jöhet. Ó, táncpartner, baby! Ja, ott tisztázzátok le a dolgokat, fogjátok! Új, lehet átni! Nem fogás, ez egy fogás.
Kezet kell fogni, jó? Csukjátok be a szemeteket, és gyertek közelebb. Sokkal közelebb. Jó? És mehetsz. Megvan! Akinek megvan a keze, az kinyithatja. Akinek mind a két keze meg. Ez nem jó. Jó, én így fogom. Akkor így. Oké. Akinek nincs keze. Akinek nincs keze. Itt megvan? Ez kinek? Ja, ez valaki, egy páratlan vagyok? Lehet páratlan kéz. Ha nincs ilyen korra játékba, akkor itt hárman fognak kezdeni. Most igen, az baj. Baj. Gyere, te oda átfogsz. Mindenki egy kezet fog. Igen. Jó, akkor kezdjünk el kibogozni. Te gyere, itt bogozzuk ki. Ki érte is átjöhetsz ide, és kezdjétek el szervezni magatokat. De jó, te. Ki kell bogozni egymást. Akkor melyik hülyék összevegyünk. Erre állsz. Jó vagyok. Valaki másik jön, nem tudom, hogy először. Csak hogy jön, jön. Most akkor... Most kicsinek kell, nem működik hozzá. De ha én itt nem jövök... Géza, Géza, gyere olyan! Ez már szokában játszani lányom. Nem tudom, gyerekek, ki van még itt vagy a jelenben, nem a kultúrágot, nem a jövőben elveszed, és figyeljetek, még egyetlen, a jelenben. Ilyenkor tudod az Istentől fogni a jelent, jó? És ezért kell a gyereket meghagyni ebben, hogy játszani. A gyereknek nem tudás kell az életről, hanem élnie kell. És ha élni adjuk a gyerekeinket, akkor ez egy csoda lesz, jó? 5 perc hűfészület. Jó?